Szigorúbb ellenőrzést vezettek be a síri vasútállomáson a horvát hatóságok. Az eljárás során ellenőrzik az útleveleket is, és akinek törökországi pecsét van az útlevelében, azt visszafordítják. Turkey is not my country. We don't receive any help from Turkey. So we have to go to Europe. Ezek a fiúk azt mondják, olyan is megtörtént már, hogy valakit 2 éves törökországi tartózkodás ellenére tovább engedtek. Őket azonban nem, és semmilyen magyarázatot nem kaptak arra, hogy miért nem. A síri tranzitközpontban olyan emberek is vesztegelnek, akiket már Szlovéniából hoztak vissza. Ők már haza szeretnének menni Iránba. I have to go to IRM group for the comeback to Iran. Only that comeback to Iran. Maybe I stay here for give a paper from IRM group for help me to come back to Iran because I don't have enough money for going with the embassy Iran in Belgrade. Az elmúlt héten 4258 migráns haladt át Szerbián azután, hogy a nyugat-balkáni bevándorlási útvonalon új intézkedések léptek életbe. Alexander Vulin, Szerbia szociálpolitikai minisztere kijelentette, az ország szem előtt tartja a saját érdekeit. Figyel arra, hogy naponta 500 migránsnál több ne lépjen az állam területére. A tárcavezető kiemelte, az országba érkező bevándorlókról gondoskodnak, mindannyian kapnak élelmet és szállást is. Vulin emlékeztetett, egyes dolgok nem Szerbiától függnek, nem lehet tudni, Macedónia mit lép, és Görögország kezelni tudja a nagyszámú migráns érkezését.